Hello, sziasztok! Dulux Prepaint Multi Filler. Ez a három sűrű előrekevert glett közül a középső. Szóval az ilyen furatokba ezt akarom megpróbálni. Rengeteg fölös lyuk van, ilyesmi, hogy ezekbe szépen belenyomkodom. Ezen a falon is van, ugye itt volt a tévé. Hát bontsuk meg azt, hogy a krémes áram elérését keverjük. Én attól félek, hogy ez, ugye van ez 300 kilós, mert van 2 kilósba, hogy itt felérjük a leírása. Hát nem tudom. Unboxing. Hogy kell megmondani a Duluxot? Jó, ezt itt meg kell róla gondolom távolítani. Hú, de klafa. Itt is vannak feliratok. De jó, hát ez igazán érdekes. És akkor ezt kell keverni. A krémes állag eléréséig. Nagyon rossz ötlet. Erre hogyan fogom lemosni? Ez az, amit nem kell megcsinálni, 300 g-mossal, és most mennyi marad ugye a keverőn. Ez itt a baj. Igazából a dolog szépséghibája, hogy ebből az edényből hogyan tudod kivenni a glettet. Mert oké, hogy elkened, de hogy veszel ki belőle? A tubusos ember is jó. Ezt nem tudom megfogni. Ez nekem túl gyengébb volt. Először kellett portalanítani, aztán berészezni, csak hát most vissza is szállt. Nem tudom, hogy mennyire lehet volna. Milyen könyvére dolgozni? Megveszed azt, fölkevered azt. Ugye a durvább Dulux glettel, a multifillerrel ezzel végeztem. A hozzávalók is benn vannak, de... Hát egy-két hiba volt csak, egy olyan 656.000 valami. És most az se lesz egyszerű, mint most akarok, de csiszolni annyira nem akarom, pedig kéne. És aztán portolnítani, vizezni megint, hanem csak így... szépen letolni az életet, amik esetleg vannak, szóval az egész falat egyszer így átkarmolni, hogy ne álljon ki semmi, és akkor a finomabb glettel, ugye ezzel itt, ez is Dulux, és hozzávaló szilikonos kanál, ezt úgy kell főgurítani. Ezzel meglátjuk, milyen csodát lehet tenni, mert ugye ez egy Duluxon lefestett olyan natur betonfal javítás nélkül, szóval simán ezekre lyukakra rá lett téve Dulux. És félő volt, hogy azon nem áll meg. Hát a széliaglet 20-30 kilóval biztos nem az leesett volna.
Úgyhogy az ilyeneket akarom eltávolítani. Úgyhogy az lesz, hogy most ilyen vékony rétegben még azt megkapja, aztán megint egy napot szárad. Vagy a szép a plafon, ugye azt tegnap kentem, és akkor festés. Ha meg mondja, ez a multifiller, ez annak a amikor dobjott, akkor itt húztam le, ilyen állagú. Vagy akár a dobozba is, ott még 12 órája lett elrakva. Még a műanyaghoz is ragaszkodik kicsit, annyira nem. Olyan állagú cucc. Nagyon könnyű vele tényleg dolgozni. Kapolás azért is kell, ne legyen föl néhéz. Most ott meg úgy kifizet, azt követben, hogy nem is hosszú, de simítvás szépen látok. Most vele kapolni, kevesebb zeszkel. Viszont most csiszolni, akkor forrad. És akkor most jöhet rá a csodablett. Dulux Easy Smooth Equalizer. És a hozzávaló Dulux Easy Smooth Toolset, amivel nagyon egyszerű, ugye hengereke fölhordani, szilikonossal lehúzni, de ott mutatja is a kép. Hát ezt én most kipróbálom, tényleg nagyon egyszerű. De ezt már csak a következő adásban, úgyhogy iratkozz fel itt valahol a sarokban. És maradj velünk, és kövesd folyamatosan a megjelenő premiereket a lakásfelújítás alcímmel, vagy lejátszási listával, vagy blablabla. Bla, bla. Sziasztok!